Tisztelettel köszöntöm a Szópárbaj mai nézőit. Vendégeinkkel, Lesti Árpáddal, a Fórum Politikum elemzőjével, illetve Szakács Andrással, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével. Két témát szeretnénk körüljárni, az egyik az önkormányzati választás előtt a baloldali jelöltek visszalépése, vagy visszanemlépése, illetve a másik a várható takarékossági csomag bejelentése, illetve ennek a fogadtatása. Mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, azt javaslom, hogy nézzük meg az első bejátszásunkat. Bokros Lajos közölte, csütörtökön a Republikon intézet konferenciáján dönthetnek a balliberális főpolgármester jelöltek arról, hogy ki kinek a javára lép vissza. Visszalépésének akkor van értelme, ha megakadályozható Tarlós győzelme. És mivel ez a helyzet nem áll fenn, Bokrosra, aki tavasszal ellentételezés nélkül kívülről támogatta a baloldali összefogást, nem nehezedik annak a súlya, hogy rajta múlik az ellenzéki jelölt győzelme. Ja, amikor a műsorunkat felvesszük, akkor még nem tudjuk, hogy hogyan alakul a hét második felének az eseménysorozata. Azt szeretném először kérdezni tőletek, hogy szerintetek ezt a mezőnyt elnézve mi lenne a racionális megoldás, hogy vissza kéne lépni, vagy nem kéne visszalépni a baloldali jelöltek közül egyiknek, másiknak? Vagy ha igen, kinek? Hát ez nagyon nehéz megmondani. Ugye egyetlen egy darab felmérésre tudunk támaszkodni, illetve mi külső szemlélőként egy darab felmérésre tudunk támaszkodni. A nézőpontnak a felmérésére, ami azt mérték, hogy igazából Falus Ferenc nem is a második, hanem a harmadik helyezett, és Bokros Lajos megelőzi. Azt, hogy a pártok maguk lemértéke és más eredményt hoztak, ezt nem tudjuk, ezt nem kommunikálták, más intézet sem hozott, publikált ilyen számokat, és azt se felejtsük el, hogy tendenciákat érdemes mindig nézni, tehát azért egy felmérésből levonni messze menő következtetések, főleg egy ilyen súlyos döntést, hogy visszalépünk vagy nem lépünk egy főpolgármester jelölti versenyben, azért az nem egy olyan egyszerű kérdés. Tehát itt én nem hamarkodnék el semmilyen jóslást, mert nincsenek olyan adataink, ami alapján lehetne igazából dönteni, maximum a pártok birtokába vagy a jelöltek birtokába lehet azt mondani. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy érdemes megnéznünk például, hogy Falus szakmai hátterét. Tehát az, hogy ő egyfajta hát teszetosszaságot, bizonytalanságot közvetít magáról a fellépései, a nyilatkozatai, a videói, az egy dolog. De az ő szakmai háttere az sokkal-sokkal erősebb, mint az eddigi, mondjuk 2010 óta tapasztalt baloldali és liberális ellenzéknek az eddigi szakmai része. Hogyha majd erről még bővebben beszéltünk, szerintem szépen végig lehet lépdelni, hogy miért jobb a programja, mint eddig bárkinek baloldalon 2010 óta. Igen. Árpi, hogyan látod, ugye most hosszú ideig nem lesz választás, csak 2018-ban. Ugye a pártok azt szeretnék, hogy legyen egy olyan eredményük, amikor azt mondhatják, hogy indult a jelöltünk, ennyien támogatták, lehet, hogy csak 2-3%, lehet, hogy 6-7, de van, hogy ugyanakkor meg azt is látjuk, hogy ilyen sok baloldali jelölt marad, akkor az rontja az esélyeiket. Hogy lehetne ezt az ellentmondást feloldani? Azzal kezdeném talán, hogy 2012-ben, amikor hosszú időszak lebegtetés után Bajnai Gordon színre lépett, a medián bemérte, már is 13-17% körüli volt az első mérésük, ami alapján azt lehetett látni, hogy a Bajnai egy valóban fajsúlyos szereplő. A többi elemző intézetnek a mérései ezt nem támasztották alá, és néhány hónappal később már láthattuk, hogy a medián is visszakozott, feltehetően rájöttek, hogy a mérésükben valamilyen szakmai hiba lehetett, vagy túlmérték igazából Bajnainak a támogatottságát. Most Bokros Lajosról beszélgetünk, egy hónappal ezelőtt még igazából ő szóba sem jött. Ne felejtsük, hogy egy olyan jelöltről van szó, aki mögött igazából nincsen párt. Pártszervezet nélkül pedig nyerni nagyon nehéz. Bokros tavasszal valóban visszalépett az országgyűlési választásokon, de ne felejtsük el, hogy már korábban, hónapokkal korábban bejelentette, hogy létrehoznak egy pártot, de választásokon nem fognak indulni. Hát így nehéz ugye politikai eredményt elérni. Az EP választáson pedig nem sikerült nekik 20 ezer érvényes ajánlást összeszedniük. Tehát ne képzeljük azt, hogy Bokros Lajos hirtelen olyan népszerű lett. Kétségtelen tény, és láthattuk ezt 2009-es EP választási eredménynél is, hogy egy választói bázist az ő imidzse tökéletesen képes arra, alkalmas az ő imidzse arra, hogy megfogjon. Melyik ez az imidzs? Ez ugye megint ez a szakértő imidzs, ami igazából 2002-ben megverte Orbánt, csak ne felejtsük el, hogy volt köztük 20 év különbség, és akkor 38-39 éves volt Orbán, Megyesi pedig 60. Most azt láthatjuk, hogy Bokros ugyanezzel az imidzsel próbál jönni, amit Bajna is vitt egyébként 2010 utáni időszakban, csak ő tudjuk már, hogy hátralépett, ezt az imidzs nem viszi. Bokrosnak ezért van igazából lehetősége. Ha most Bajnai lenne a baloldalnak a közös jelöltje, Bokrosról nem is beszélnénk.
Így azonban, hogy Falus Ferenc indult, akit egyrészt nem ismernek, amivel megismertette magát, az nem egy olyan pont, amivel el lehet hitetni róla, hogy képes lenne egy város vezetésére. Ismertségnövelésre kiválóan alkalmas, de szakértőként eladni magát ezzel nem nagyon tudja. Vele szemben Bokros érdekes név lehet. El tudom képzelni, hogy a fővárosi szavazóknak egy jelentős része inkább Bokros választja, mert látja, hogy Falussal nincs értelme. Amit nagyon fontosnak tartok, Tarlós István 66 éves, Falus 64, Bokros pedig 60. Bokrosnak a továbbiakban nem lesz semmilyen politikai tisztsége, de 5 év múlva is még csak 65 éves. Akkor Falus 69 évesen valószínű nem fog újra elindulni, nem fogják elindítani. Bokrosnak még 5 év múlva is van esélye arra, hogy főpolgármester jelölt legyen, ha kétségtelen, hogyha ez az igazi célja. Mert nem öreg, tehát még van benne 5 év. Ebből a szempontból neki most nem szabad visszalépnie, számára egy 6%-os eredmény is egy jó kiinduló alap tudna lenni mondjuk a 2017-18 környékén a 19-es önkormányzati választások előzetes beszélgetéseinek. Mondhatja azt, hogy ellenetek függetlenül elindulva elértem 10%-ot, emiatt ő neki azt gondolom, hogy racionális okai nincsenek a visszalépésre. András, említetted ezt a szakmai kompetenciát. Azt látjuk, hogy a baloldali jelöltek között több a pénzügyi szakember. Ugye a liberális pártnak a jelöltje is, Bokros Lajos is, mindenki a pénzügyi szférából érkezik. Míg Falus Ferenc, mint volt tiszti orvos, tiszti főorvos, vagy inkább orvosi témákhoz ért. Hát, hogy mennyire látjátok, mind a kettőtökhöz intézem a kérdést, ezt szükséges előfeltételnek. Ki az, aki ebből jobban ki tud jönni, mert hát Tarlós Istvánnal szemben úgy látszik, egyik sem rúg labdába a várospolitikában, mindenki megpróbál valamit találni, amiben bele tud kapaszkodni a programjából, de a szakértelem kapcsán a pártembléma fontosabb be, hogy Falus Ferenc mögött nagyobb pártok állnak, míg a Bokros Lajos mögött, ugye Árpi, ahogy mondtad, hogy a MOMÁ-nak igazából nincsen támogatottsága, nem is nagyon indulnak polgármesteri pozícióért Budapesten, tehát a fővárosi közgyűlésben nem lesznek annyira jelen. Mi számít itt inkább ezeknél a jelölteknél, mert azt látjuk, hogy veszekednek, és azt látjuk, hogy ez egy valódi vita lehet, hiszen nagyon komoly sebeket ejtenek egymáson, nagyon komoly ez a vita, hogy kikinek a javára lépjen vissza, miközben józanul tudják, hogy ez csökkenti a győzelmi esélyeiket, amikor egymást szólítgatják fel arra, hogy lépjen vissza, mert hát úgy sincs mögötte senki, úgy sincs támogatottsága. Ugye Falus az Együtt PM-nek a jelöltje, és ők ugye vállalták azt, hogy az MSZP-vel szemben egy alternatívát nyújtanak a politikai térben. De szerintem ők nem csak a politikai térben, hanem a szakmai részén, tehát a politikai kommunikációs, illetve a politikai stratégia terén is egy újfajta szint akartak bevinni a magyar politikába. Ezért, amikor ők elkezdték a kampányt, én legalábbis azt érzékeltem, hogy egy teljesen más logika mentén akarták megvalósítani, nem a pártlogókról akarták, hogy szóljon a kampány, hanem szóljon Falusról, illetve szóljon magáról a programról. És egyébként hamarosan majd a napvilágot lát az elemzésünk erről, van erre nemzetközi példa, egy jó példa, méghozzá Boris Johnson kampánya 2008-ból, amikor a London, ami kimondottan egy baloldali körzet, megverte az ottani baloldali polgármestert konzervatívként úgy, hogy egy fajta bohócnak tartották előtte Johnson-t. Ilyen rakoncátlan haja van, érdemes rákeresni, szőke, kicsit tépet, egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon laza vonalat visz a politikai térben. És konzervatívként mégis sikerült megnyerni azt a körzetet. Azért, mert amellett, hogy egy nagyon jól kitalált figura volt, annak ellenére, hogy voltak korábbi botrányai, egy Falusnak is voltak ugye a H1N1 vagy az ANTS terén, mégis a programmal egy olyan fajta töltetet tudtak adni ennek a jelöltnek, hogy gyakorlatilag lett jelentősége. És azt lehet látni, hogyha valaki elolvassa a Falusnak a programját, hogy annak is van jelentősége, van töltete. Az, amit már egy éve hiányolunk, vagy legalábbis én hiányolok a baloldal, hogy nincs vízió, nincs világkép, az most megjelenik Falus programjába. Érdemes elolvasni azt, hogy ő gyakorlatilag a városokra, a nemzetállamokat helyettesítő, a globalizációs problémákat megoldó entitásként gondol. Tehát ez már egy jövőkép, egy vízió. Le is írják a programba. Ez Budapest legnagyobb probléma az, hogy 40 év után, miután lezárult a szocialista struktúra és az annak a fejlesztése, városfejlesztése, nem találták ki Budapestet. Szerintem ezt ki kell találni, a program szerint ki kell találni, hogy válaszokat adjunk a globalizációs problémára. Tehát ez mind lehet látni, hogy egyfajta szellemi építkezés zajlik a baloldalon. Probléma az, hogy ezt a fajta üzeneteket nem lehet átverni a médián, a közéleten, mert Falus Ferencnek ez a setes uta, tétó, a hozzáállás gyakorlatilag agyonnyomja az egész programkommunikációt. Szerintek mennyire alkalmas ez a vita arra, ugye itt mi is az elmúlt nagyjából 10 percben Bokros Lajosról beszéltünk, Falus Ferencről beszéltünk, beszélhetnénk még a többi jelöltről, ugye van még 3-4 jelölt, aki erre a baloldali szavazóbázisra pályázik, hogy ez mennyire alkalmas szerintetek arra, hogy ismertebbé váljon a nevük, hiszen Falus Ferencnek
akinek kell azzal megküzdenie, hogy valóban kevéssé ismert a neve, nem politikusként, hanem szakpolitikusként forgott a neve, és hát igazából, ugye, akit nem ismernek, arra nehéz lesz szavazni. Falus igazság szerint csak veszíthet azzal, hogyha a többi baloldali jelölttel vitatkozik. Tehát egy Falus-Bokros szembenállítás néhány héttel a választások előtt Falusnak a vereségét jelenti. Neki nem Bokrossal kellene küzdenie, hanem Tarlós Istvánnal, de azt meg láthattuk, hogy több nyilvános megszólásánál Orbáni rendszer lebontásáról beszélt, ami ismételten nem a tarlósi politika való ütközés jelenti, hanem ő Orbánnal akar vitatkozni, tehát ezt a szokásos, amit az elmúlt években láthattuk baloldali, hogy demokrácia felfogás, demokrácia visszaállítást helyezte inkább a középpontba. Azt viszont, hogy az a kérdés előjöhet, hogy most visszalépjen ő Bokros javára, vagy Bokros lépjen vissza az ő javára, ez Falusnak a buktája. Kész. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz az ő helyzete, főleg a figyelembe vesszük, hogy nincs igazi kampány. Tehát nem látni plakátokat, és mondhatják az ellenzéki pártok, mert hogy nincs pénz, és a meglevő erőforrásokat az egyéni helyekre fordítják. De épp ez jelzi azt, hogy Falus alkalmatlan arra, hogy meghúzza az egyéni jelölteknek az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat. Normális esetben minden egyéni jelölt küzdene azért, hogy a főpolgármester jelöltje ott legyen a kerületében, lehetőleg a választókerületében, nem a saját sima kerületében, a saját egyéni választókerületében. És nem látjuk ezt. Kis, ugyanolyan méretű plakátok jelennek meg, igazából eltolják Falust. A három párt, amelyik őt jelölte, és most az Együttpémet vegyük egybe, közül igazság szerint, ha egy nagyon rossz eredmény születik, máshogy fogalmazok, az Együtt PM-nek a helyzete nehéz. Az egyetlen ismert arcuk távozott, mostantól a Szigetvári Karácsony tandem az, ami meg tudja határozni az ő helyzetüket. Ha Karácsony nem nyeri meg Zuglót, akkor azt a pártot nagyon nehéz lesz finanszírozni. Egy kerületből is nagyon nehéz finanszírozni, az SZDSZ-t a fővárosra volt szükség, nem olyan könnyű egy pártot fönntartani. A DK helyzete könnyebb, hiszen úgyis fognak nyerni kerületeket, tehát az, hogy a MSZP átengedi nekik a 15. kerületet, vagy a 10-et, vagy a 15-et vagy 10-et, DK-nak ez egy főnyeremény, akár a 7. kerület is. Az MSZP nem sokat fog tudni nyerni a kerületek közül is, tehát igazság szerint mind a három pártnak a helyzete más és más, de önmagában véve már nem is beszéltünk arról, hogy meg tudja verni Falus Tarlóst. Itt már csak az verheti meg Tarlóst, hogyha nem mennek el a jobboldali szavazók, az ő szavazói elhiszik azt, hogy lefutott a meccs, és nem mennek el. Más helyzetben Falus ebből a pozícióból nem fog tudni nyerni, mert ő Bokrossal küzd. Tarlós Istvánnak az egyik előnye az ebben a versenyben, hogy őt többen támogatják, többen tudnak azonosulni vele, mint az őt támogató párttal, a Fidesszel. András, hogy látod, hogy mit kéne Falus Ferencnek csinálni a hátralévő nagyon rövid időben ahhoz, hogy ő is hasonló előnyre tegyen szert, hiszen ebből az előbb említett kutatásból az derül ki, hogy ő igazából a saját pártjainak a támogatóira támaszkodhat, ők szavaznának rá, és nem sikerült még legalábbis ezekből az eddig ismert számokból egy szélesebb kört vonzania. Mit kéne tennie ahhoz, hogy a saját pártjain túl is legyen neki támogatója? Ugye Árpi azt mondta, hogy ő magasra lő, tehát a miniszterelnökre lő, nem a főpolgármesterre, aki igazából az ő politikai ellenfele lenne. Jó ez a stratégia, vagy esetleg inkább vonuljon vissza a városi témákra, mert Budapesten dől el a választás? Hát igen, szerintem is inkább városi témákra kéne koncentrálnia, bár azt hozzá kell tenni, hogy én nem láttam, hogy nagyon személyeskedő lenne a hangvétele. Tehát inkább Tarlósnak a nyilatkozataira, illetve intézkedéseire lőnek, és nem pedig arra, hogy milyen személyiség. Tehát nincs egy ilyen fajta, kettőjük közt nincs egy botránykampány típusú ellenkampányolás. Az megvan a kerületi szinten, láthatjuk, hogy gyakorlatilag nincsenek helyi ügyek, csak helyi botrányok, és ettől van tele így a média. Hogy mit kéne csinálni? Egyrészt személyiséget kéne váltania. Tehát, hogyha megint visszanyúlunk a londoni kampányhoz, akkor azt lehet látni, hogy egy másfajta személyiséget kell fölvennie, sokkal karakánabban kell politizálni, és nem szabad elfelejteni, hogyha megvizsgáljuk az európai főpolgármester jelölteket, vagy akik végül megnyerték, akkor azt kell nagyon hangsúlyoznia, hogy ő, mint Falus, akár a saját pártjával is szembe megy, hogyha a főváros érdeké azt kívánják. Tehát a választók azokat a jelölteket keresik, akik a kormányzattal szemben is felállnak. Lényegtelen, hogy kormánypárti vagy ellenzéki, az a lényeg, hogy a város érdeke mindenek előtt. Csak ugye Tarlósnak sokkal könnyebb ezt bizonyítania, hiszen a kormány egy kormánypártiként, egy kormánypárttal sokkal látványosabban lehet szembe menni. Nem jelenti azt, hogy szembe is lehet, de sokkal kommunikáció szempontból sokkal látványosabb. Míg ugye Falusnak nincs nagy tétje az, hogy ellentmond a pártelnöknek, az nem akkora hír. Tehát ezt kéne valahogy megoldani, és igen, azt kéne még kiemelni, hogy a programba kijelölni még a következő pár hétben egy-egy elemet, ugye a következő mondjuk három hétben három elemet, és egyesével belőni.
Tehát azt is láthattuk korábbi kampányoknál külföldön, hogy van, hogy 2 vagy 3 nappal a választások előtt lőnek be egy központi témát, mondjuk a közlekedés témáját. Az működhet. Az a lényeg, hogy fokozatosság legyen. Most gyakorlatilag egyszer ismertük meg a programot, egyszerre kommunikálnak mindenről. Tehát nem tudunk súlyozni, nem látunk súlyozott üzeneteket, hogy kihez miként szól. Árpi, ehhez még? Azért van még Tarlós Istvánnak egy óriási előnye, nem csak Falus Ferenchez képest, hanem igazából az összes jelenlegi kerületi polgármesterhez képest. Ő egy olyan politikus típusnak egyik utolsó példánya, Derce Tamás volt a másik talán, aki egy Budapest külső kerületének volt a vezetője gyakorlatilag másfél évtizeden keresztül, és akár kisebbségből is képes volt vezetni a kerületét. Teljesen mindegy volt, hogy a kerületben milyen többség jön létre, hiszen ő általában kisebbségből irányította a kerületét, meg tudta oldani azt, hogy a különböző oldalak akaratát egységbe tudta terelni, és hol a jobb oldali, hol a bal oldali, általában közösen megszavazott intézkedésekkel képes volt vezetni a kerületet, jó kapcsolatokat tudott építeni a bal oldallal is. És ez most láthatólag a főpolgármesterségnél is nagy előnye volt Tarlósnak, mert érezte azokat a finom mondatokat, amelyeket ha elhelyez, ha elmond, az a meg tud szólítani olyan szavazókat is, akik mondjuk nem feltétlenül a jobb oldali pártcsaládokra szavaztak volna. És még egy nagyon fontos dolog, azért ne felejtsük el, hogy Johnson azt megtette, nyilván nem szándékosan, csak ez a hév hozta ki belőle, hogy egy angol-német barátságos labdarúgó mérkőzésen hát mellkason fejelte a német játékost, ami azért tegyük hozzá, hogy a brit politikában igencsak gyorsan népszerűségre és ismertségre tett szert. Tehát, hogy a Falus mondjuk egy román-magyar válogatott mérkőzés kapcsán egyik román képviselőt lefejelni, én azt gondolom, hogy kapásból megugrana a népszerűsége a labdarúgók körében legalább. Hát, ugye Johnsonnak volt előtte egy főzősója is az egyik tévécsatornán, ami már korábban népszerűvé tette. De mielőtt még elkalandozunk Angliába, térjünk vissza egy kicsit Magyarországra, és még egy pár gondolatot a hátralévő időben beszéljünk a takarékossági csomagról, hiszen a választások előtt a gazdasági miniszter egy konferencián bejelentett megtakarítási szándékot, és erről kérem, hogy nézzük meg a bejátszásunkat. A napi.hu szerint az államháztartási újraelosztás idén nőtt, és a tervek szerint ez a tavalyi 49,8% után az idén a GDP 50,6%-ára emelkedik. Ezt csökkenteni tehát Varga és a kormány 45%-ra. Breaking. Brutális, bokrosi megszorítások jönnek. Varga Mihály szivárogtatott, egyetlen számot árult el a nemzetgazdasági miniszter egy konferencián, de aki megértette, beleremegett. Ugye itt a műsorunk címéhez, a szópárbajhoz illő idézeteket sikerült találni. Tehát valóban az egyik megközelítés azt mondja, hogy itt egy fegyelmezett költségvetésről van szó, egy másik szemléletben pedig brutális megszorítások jönnek. Hol lehet az igazság? Mint mindig a kettő között. De nyilván az egész ügy a politikai kommunikáció martalékává fog válni, és megint nem arról fog szólni a vita, hogy mi végre vannak ezek a megszorítások. Tehát megint, amiről már szó volt, hogy ugye, hogyha pénzügyi szektorból jövő jelöltek jönnek, akkor minden gyakorlatilag csak és kizárólag szinte a pénzről szól, és nem annak aspektusáról, hogy mi végre használjuk azt a pénzt. Tehát a Fidesz szerintem ezt csinálja nagyon jól, és ezért tudja mondjuk a megszorításokat is reformokként kommunikálni, vagy takarékosságként, mert gyakorlatilag tud neki adni egy olyan ízt, egy olyan felhangot, amivel el tudja hitetni a választóival, vagy legalábbis bizonytalanságba tudja tartani az eddigre nem rászavazó embereket, hogy ez akkor mi is tulajdonképpen, mi végre van ez a megszorítás. Tehát, hogyha ő tényleg azt tudja kommunikálni, hogy ebből a pénzből egy újfajta egészségügyet, egy újfajta oktatást építünk, és nem azért szorítunk meg, hogy legyen az állam kincstárban több tőke, több pénz, akkor szerintem ugyanúgy keresztül lehet verni ezt a fajta megszorítást is, mint az eddigieket. A cél mindig az, hogy el tudjuk hitetni a választókkal, vagy meg tudjuk győzni a választókkal, hogy ez a pénz nem azért kell, hogy jobban mutasson a statisztika, hogy jobban el tudjuk adni magunkat az uniónak, hanem azért, hogy ebből a pénzből valamit fölépítsünk, vagy valamit megóvjunk. És a Fidesz ezt mindig jól kommunikált, és attól félek, hogy a baloldal azért nem fog tudni jól ellen kommunikálni, mert megint csak a számokkal fog dobálozni, és nem arról fog szólni, vagy nagyon le fog menni demagóg szintre mindkét oldalon, hogy hány darab lélegeztetőgépet lehet venni ebből a pénzből, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy hogyan tudjuk ebből a spórolásból felépíteni az országot, vagy megóvni az országot. Ja.
takarékosság célja egyértelmű, hiszen novemberre az unió ország jelentésére egy olyan fegyelmezett költségvetést kell bemutatni, ami lehetővé teszi, hogy a következő 6 évben a 25 milliárd uniós fejlesztési forrás megérkezzen. Ha nincs fejlesztett költségvetés, az uniós fejlesztési pénzek nem érkeznek. Árpi, szerinted kommunikációs szempontból jó döntés volt-e, hogy a gazdasági miniszter a választás előtt még ezt a célszámot bejelentette? Én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont. Sokat gondolkodtam rajta. Bizonyos szempontból, a gazdasági szereplők szempontjából egy ilyen bejelentés, és főleg úgy, ahogy tálalva lett, azt gondolom, hogy akár kedvező is tud lenni, hiszen picit megnyugodhatnak, láthatják azt, hogy na, végre akkor a kormány elkezd kormányozni, és nem a kétharmaddal a hátuk mögött vagdalakoznak, hanem akkor végén átgondolják a dolgokat. Az, hogy szerkezeti reformok különböző ágazatokba kellenek, ezt 25 évvel ezelőtt is elmondhattuk, úgyhogy ebből a szempontból az elemzők nagyon könnyű helyzetben vannak, illetve a politikusok mindig ezzel jönnek, hogy most szerkezeti reform lesz, nem pedig megszorítás. Azt gondolom, hogy ez egy hatásos lufi tud lenni, ugyanis itt egy lufiról van szó. A nemzetgazdasági miniszter felengedte a lufit, és megnézik, hogy ki hogyan reagál rá. Megnézzük, hogy hogyan reagálnak rá a gazdasági szereplők, megnézik szépen, hogy hogyan reagál rá a választópolgár, megnézik, hogy hogyan reagálnak rá többi politikusok, és amikor azt láthatjuk, hogy mondjuk a hírekben talán 1700 milliárd szerepelt, a végül csak 1200 milliárd lesz belőle, vagy csak 1650, mindenki nagyon boldog lesz, hiszen nem akkora megszorítás érkezett, vagy reform, nevezzük bárminek, mint amennyire készülni lehetett, és mindenki elégedett lesz. Ez egy nagyon régi trükk, 2000 éves legalább, tökéletesen tudja alkalmazni a Fidesz az elmúlt években, feltételezem most is ennek lehetünk tanulni. De tegyük hozzá, hogy ez az összeg ez 3 évre vonatkozik, tehát itt nem egyszerre kell lecsökkenteni 5%-kal. Még egy nagyon fontos dolog, ami viszont arra vonatkozik, hogy ez valóban meg fog-e történni. 2010 nyarának legvégén Orbán Viktornak a brüsszeli útján eldőlt, hogy nem azt az utat tudja követni, amit ő szeretett volna. Onnantól kezdődött ez a unió ellenes szabadságharc, egyrészt azért, mert nem volt Magyarországon ellenfél, amire mindig szükség van a politikában, másrészt megmondták, hogy mit kell csinálni, amit mit nem engednek el. Azóta Orbán Viktor egy dologra nagyon figyel, költségvetési hiány 3% alatt legyen, és a kötelező uniós elvárásoknak megfeleljen. Én azt gondolom, hogy pontosan ez az az ok, ami miatt szinte borítékolhatjuk, hogy meg fog valósulni ez a szerkezeti átalakítás, vagy megszólítás, nevezzük bárminek. Lehet, hogy csak 1700 milliárdot jelentettek be, igazából lehet, hogy csak 1000-ről van szó, majd szépen kiszámolják, ők nagyjából már sejtik, hogy mit akarnak, azt teljesíteni fogják. Ennyi időnk volt mára, nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, nézőinknek köszönöm a megtisztelő figyelmet, tartsanak velünk a jövő héten is, a viszontlátásra.